A mai videóban meg fogom nektek mutatni azt, hogy hogy élnek az emberek a világ leges, leghidegebb helyén. Egy Szenet nevű youtubernek az élményeit fogom nektek elmondani. Na de még mielőtt belekezdenénk a videóban, ne felejtsetek el feliratkozni és megnyomni a csengőt, hogy ne maradjatok le a legújabb tartalmakról. Jakutsk, Szibéria. Szibériáról alapvetően is lehet tudni, hogy a világ egyik leges, leghidegebb helyei közé tartozik, viszont itt is vannak olyan időszakok, amikor még annál is hidegebb van. Ez ugyanis a világ leghidegebb helye. Ez a youtuber úgy gondolta, hogy elmegy ide és itt fog tölteni egy hetet, és megnézi, hogy mégis hogyan lehet ezt a nagyon-nagyon hideget túlélni. Egészen pontosan ahova ment, ott mínusz 71 fok van, de volt már mínusz 100 is. Ezt a videót mínusz 50 fokba készítette, ahol forralt vizet öntött ki a levegőbe, és olyan hamar megfagyott, hogy egyből át is alakult jéggé. Majd fogott a srác egy vizes ruhát és kitette megszáradni, ami másodpercek alatt betonkemény lett. Errefelé olyan hideg van, hogy ha egy banánt megfagyasztasz, akkor képes vagy vele akni egy szöget is. Az itt élő emberek speciális szájmaszkban vannak, ami segít nekik nem annyira hideg levegőt belélegezni. Nézzétek meg ezt a kenyeret, ahogy másodpercek alatt hozzátapad a fához. Ráadásul úgy, hogy le sem akar onnan jönni. Ezen a helyen alig, hogyha élnek emberek. Nagyon nehéz megoldani a fűtést is, és a távhő is nagyon gyakran befagy. Rengeteg autó van az utcákon, aminek éjszakára nem is állítják le motorját, csak azért, hogy másnap reggel még el tudjon indulni. Ugyanis, hogyha esetleg leállítanák, képes lenne belefagyni a benzin a csövekbe. Vannak emberek, akik nem használnak fagyasztószekrényt, hanem inkább kiteszik az élelmiszert az ablakon kívülre egy szatyorba, és hagyják, hogy lefagyjon magától. Így néz ki egy ott lakó nő, aki átlagosan be van öltözve. Minimum egy melegítő és három fajta nadrág van rajta, illetve még egy rakat pulóver és bőrjackig. Csak azért, hogy ne fagyjon össze. Az itt élő embereknek sokkal könnyebb például elmenni a boltba, ugyanis a hűtést nem nagyon kell megoldani, elég, hogyha csak kintről beengedik a hideg levegőt. Viszont a vlogger srác itt még nem adta fel. Úgy volt vele, hogy kipróbálja a leges leghidegebbet, amit valaha életében is tapasztaltott. Fogott egy kutyás szánt és nekilátott az ottani hegynek. Ugye, ahogy minél magasabbra megyünk, annál hidegebb van, hát ez itt főleg igaz. A srác egészen mínusz 70 fokig ment fel, ami azt jelenti, hogy a fülei olyan szinten megfagytak, hogy ledermedtek. Fent a hegyekben 50 cm-t kell lentebb fúrni ahhoz, hogy tiszta vizet lehessen találni, ugyanis felettem minden jégből van. Egész évben a legmelegebb hőmérséklet soha nem lépi át a nulla fokot, szóval mindig fagypont alatt van a hőmérséklet. Az ott élők leginkább fakitermelésből és horgászatból, vagyis halászatból élnek, mert nagyon másra már nincsen lehetőség. A hideg miatt a vizet is nagyon nehéz előállítani, hogy ne fagyjon bele a csövekbe, ugyanis van, hogy a talaj akár 1 vagy 2 méteren teljesen megfagy. Na de hát én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt volt és megnézte a mai videót. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel és dobjatok egy lájkot, találkozunk a következő videóban, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!